Vestai Cunningham lépteiben aztán van ruganyosság. Ő a legfiatalabb nő, aki nyerni tudott magasugrásban a fedett pályás világbajnokságon. A sebességed, a fordulat, az elrugaszkodás és persze a technika. Minden apró dolog, amit teszel, hozzájárul a sikeredhez, vagy éppen a bukáshoz. Minden ugrás közelebb viszi Vestait a sikerhez. Randall Cunningham a korábbi futballsztár lányaként az elvárásoknak megfelelően magasra tette a lécet, pontosan 199 centiméterre, ami fedett pályás junior csúcsnak számít. Hogyan tudod kezelni a magas elvárásokat? Az emberek azt várják tőlem, hogy én legyek a legjobb sportoló az iskolában, mert én vagyok Randall Cunningham lánya. Én meg úgy voltam vele, hogy oké, tudod dobni, tudod ugrani, de én próbálok magamtól rájönni arra, hogy melyik sportot fogom űzni. Magasugrani fogok. Rendel a középiskolában szintén magasugró volt. Ő most Vestai edzője, és emellett vezető lelkészként szolgál Las Vegasban. A legjobbra törekszel, hogy az urat felmagasztalt, hiszen minden az ő kezében van. És ha nem sikerül, akkor is hálát adsz neki, és többet fogsz elérni, mint nélküle értél volna el. Ő pedig nem hagy cserben. Hidd el. A legjobb az, hogy pásztorként és apaként is mellettem van, hozzáfordulhatok szellemi és hétköznapi dolgokban egyaránt. Olyan szituációkban, amikor nem tudom, hogy mit tegyek, ő elmondja, hogy csináld ezt, vagy hogy imádkozz ezért. A választás eljött. Úgy döntött, lemond az egyetemi versenyzésről, hogy profiként leszerződhessen a Nike-val. Az új élete ugyanakkor nem csak az üzletről szól. A 18 éves Vestai még mindig apja középiskolai foci meccsein járkál egy fényképezőgéppel. Azért szeretek fényképezni, mert ilyenkor használhatom a kreativitásomat, hogy amit lefényképezek, az a fejemben hogyan kell majd életre. Néha teljesen más oldalról látok, más szögből nézem a mérkőzést, mint az emberek. Ezt nagyon szeretem. Fiatalkora ellenére új készséget vitt a magasugrásba. Ez az atletikusság, a versenyszellem, a taníthatóság és mentális fegyelem egy különleges kombinációja. Látjuk a képeket a különleges nézésedről. Mit látsz, amikor ránézel a lécre? Szembenézek a léccel, és tudatosítom magamban, hogy át tudok ugrani felette. Az apukám mindig azt mondta, ha fel tudsz ugrani, és a fejed a léc fölött van, akkor az egész tested átmehet felette. Szóval mindig oda megyek, ránézek, és lábujjhegyre állok. És ezután jön Anna, ugye, hogy megvolt nézés. Csak ránézek apára, hogy látod, én megmondtam. Tavaly Rióban Vestai lett 36 éve a legfiatalabb sportoló, aki bekerült az Egyesült Államok atlétikai csapatába, viszont a nagy felhajtás ellenére sem nyert érmet. Az olimpián megértettem, hogyan vezeti Isten az életemet. Hasznos tapasztalatokat szereztem az első nagy nemzetközi versenyemen. A magasugró kiválóságot továbbra is nagy figyelem övezi, ami későbbi dobogós helyek megszerzésére ösztönzi. Te lehetsz az atlétika új arca. Hogy éled meg, amikor ilyeneket hallasz? Nálunk csak a sprintek és a gimnasztika számítanak, mondjuk a kosárlabdával ellentétben. Én csak egy magasugró vagyok, de ilyeneket hallani szívet melengető érzés, mert az emberek nem tartják a magasugrást túl nagy számnak. Szuper lenne, ha én lennék az első, aki jobban népszerűsíti ezt a sportot. A sport fiatalos, szárnyaló magasugrójaként Vestai kiegyensúlyozottságát és a fogékonyságát az édesanyjától Felicity Cunningham-től meríti. Ő korábban hivatásos balerina volt. Az anyukám tart engem a földön. Ő is támogat szellemileg, emlékeztet, hogy a magasugrás nem az életem, hanem csak egy kis része. Nem ez vagyok, csak ezt csinálom. A gyermekeink Isten adományai. Amikor Vestai született, nem gondoltam volna, hogy az élet ezt tartogatja számára és számunkra. A legjobb dolog szülőnek lenni, és látni ezeket a csodálatos ajándékokat kibontakozni a szemünk előtt. Nagyon hálás vagyok az Úrnak, már csak azért is, mert ő tudta. Próbálom a legjobbat nyújtani, mindent megtenni, hogy ne csak kapjak, hanem adni is tudjak. A versenyek előtt mindig azt kértem Istentől, hogy hadd lehessek én az, aki dicsőséget ad neki a végén. Az egész verseny alatt imádkozom hozzá, egyre több hangsúlyt fektetek erre, és érzem, ahogy munkálkodik bennem. Az ifjú bajnok eredményeivel egyre magasabbra teszi a lécet, amiben a saját meggyőződése vezeti. Isten nem vereségre hívott el, és nem ok nélkül juttatott el ilyen messzire. Tervei vannak velem a jövőben, és látom, hogy a Szent Szellem munkálkodik az életemben. Ezért isteni a dicsőség.